Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az augusztusi rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye a Muzika Szakra, amely immár negyedik alkalommal augusztus 12-én szombaton 21 órai kezdettel várja majd az érdeklődőket. Ez adja a beszélgetésünk apropóját is. Köszöntöm itt beszélgető partnereimet, Bakler Annett, Székesfehérvár művészeti vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Aztán természetesen szintén nagy tisztelettel köszöntöm Selmeci Gábort, az Alba Régia szimfonikus zenekar koncertmesterét, és a Liszt díjas Drahos Béla karmestert. Köszönöm, hogy itt vagytok. Muzika Szakra idén Verdi remek művével, a Requiemmel készült. Miért fontos ez az eseménysorozat itt Székesfehérváron? Azt hiszem, hogy az ötletgazdától kérdezem ezt elsőként a Muzika Szakra kapcsán. Ötletgazdája nem vagyok, viszont rendkívül nagy barátja, rajongója ennek a sorozatnak is. De talán azt mondanám, hogy óriási hagyománya van. Nem csak a szent zene eljátszásának a templomainkban, hanem annak is, például a Harmonia Albenzis sorozatban, vagy a Muzika Régia koncertsorozatban, hogy akár a nyári hónapokban is a legkiválóbb muzsikusainkkal együtt olyan témákba hívjuk be a zeneszeretőket, amely az emberi élet alapvető kérdéseit érinti. És bármennyire a nyár, bármennyire a pihenésé ez az időszak, mégis azt tapasztalom, hogy szívesen beszélgetünk erről, szívesen beszélgetünk az élet nagy kérdéseiről, és ezek a művek, benne Verdi Requiemje is, pont erről szólnak. Ezért bízunk abban, hogy sokan velünk fognak együtt gondolkodni, velünk fognak együtt érezni a Verdi nagyszerű muzsikája által kiváltott, hát egyébként sokszor mondják, hogy nagyon is elementáris hatásban. Amikor a sajtótájékoztató volt, akkor az is elhangzott, és úgy fogalmaztak többen, hogy ez egy olyan mű, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ami mind az énekest, mind a zenészt, mind pedig a hallgatót gondolkodásra ösztönzi, illetve arra, hogy megálljon és egy kicsit átértékelje, vagy értékelje az életét. Így van ez, Béla? Hát először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Természetesen most elárulhatom, hogy a Verdi Requiem ötlet az tulajdonképpen az enyém volt. Nagyon örülök neki, hogy megszólaltathatjuk. Szeretném elmondani, hogy az elmúlt 17 év során ezt a művet, ezt a fantasztikus remek művet többször megszólaltatta már az Alba Régia Szimfonikus Zenekar lemezen, koncerten, itt Székesfehérvár, ott a Székesegyházban és máshol is. Természetesen ez egy olyan remek mű, de hát nagyon sokat tudnék beszélni, csak röviden. Nagy feladat, nagy áhítatot, nagy alázatot követel mindenkitől, és én úgy vettem észre az elmúlt évek során, hogy minden közreműködő művész, művésztanár, a kórustagok nagyon nagy szeretettel és odaadással várják ezt az eseményt. Szeretném azt is elmondani, hogy négy eseményből, ugye négy Muzika Szakra eseményből hármat én jó magam dirigáltam, illetve majd fogok, reméljük, hogy meg lesz. És mindig egy különleges élmény volt. Nyár ide, nyár oda, szabadság, meleg, mégis a mű és a szellemisége olyan, hogy mindenkit megfog. Gábor? Én is sok szeretettel, nagyon szép köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Számomra ez lesz az első Muzika Szakra, amin részt vehetek fellépő művészként, és nagyon várom. Tehát amit eddig hallottam róla és láttam képeket, csodálatos. Egy ilyen igazi megható estére számíthatunk, főleg ezzel a zenével, ami ugye egy tartalmilag egy nagyon mély mondani való jó mű. És hozzánk történelmi, mi történelmileg is kapcsolódunk ehhez a műhöz, hiszen ez a Alessandro Manzoni halálára írta ezt a művet Verdi, akinek ugye óriási szerepe van a mai értelemben vett nemzeti államok kialakulásának. Tehát ez a hosszú 19. évszázadban ugye
a nemzetesedési folyamatnak ez egy szerves része, ez a mű, úgy gondolom, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt itt eljátszhatjuk, előadhatjuk. A helyszín se akármilyen, hogyha már a szakraitásról beszéltünk. Azt hiszem, hogy valamennyi székesfehérvárinak volt már ilyen tapasztalata az elmúlt években, de hát évtizedekben is. Nap mint nap ott jövünk, megyünk a Nemzeti Emlékhely mellett, de érdemes megnevezni. Szent István Nagyboldogasszony bazilikájáról van szó. A magyar királykoronázások első nagy központjáról. Azt hiszem, hogy az a szellemiség, amit a bár felépítünk ott mi egy színpadot és egy nézőteret, de nem gondolnám, hogy ezt építjük elsősorban, hanem újra építjük, újjáépítjük a saját korunkban levő saját gondolatainkkal és mondanivalónkkal gazdagítjuk azt a szellemiséget újra, amit ez a történelmi hely, ez egyszerűen kötelezővé tesz számunkra. Gábor az előbb említette, hogy milyen hangulata lehet ennek a helynek. Nagyon sokszor volt részünk már abban, amikor ebben az esti fényekben a közönség, aki egyszerűen azt gondolta, hogy beül egy koncertre, vagy beül egy szertartás játékra, és intellektuálisan fogja őt elragadni ez, mégiscsak egyszer csak ott a helyszínen megérzett valamit abból, ami a hely eredeti rendeltetése szerint való. Hát abban bízunk, hogy az elkövetkezendő években, évtizedben, az Árpádház programon belül, amelyet a Fehérvár önkormányzata mellett a kormány is támogat, de úgy gondolom, hogy minden magyar ember ezt szívesen és örömmel támogatja. Ebben majd egy kicsit betekintést nyerhetünk a bazilika valódi nagyságába, valódi formájába. Én azért örülök annak a molinónak, ami ott van a bazilika melletti épületen, mert látom, ahogy nap mint nap rácsodálkoznak az emberek, ahogy elmennek ezen a helyen, hogy valóban ilyen nagyságrendű volt. Mit lehetett ott csinálni? Azon kívül, hogy betérhettek az emberek nap mint nap a templomba, vagy az ünnepeken részt vehettek a koronázási szertartás játékokon. És most választ adnak a művészek arra, hogy ennek a helynek a szellemiségeit, hogy lehet rezonálva rá igazán átélni. Hogy lehet, Béla, átélni igazán ennek a helynek a szellemiségét, hiszen rendszeresen ott vagy ezeken az előadásokon. Aki ismer engem, az nagyon jól tudja, hogy sok minden meghatároz. De most is elakad a szavam, mert amikor arra szent helyre az ember föllép, és szeretném mondani, még most is kiver a hideg, hogy amikor elkezdtük a Nagy Boldogasszony templom romjain ezeket a akár a koronázó ünnepséget, akár pedig a szakrális koncerteket. Kaptunk persze hideget, meleget is, de valami olyan gigantikus, elementáris erőt ad az embernek, hogy azt én nem tudom elmondani, mert beszélni nem lehet erről, azt érezni kell. Tessék elképzelni azt a szituációt, hogy ott több száz emberrel egy ilyen térben, ahol nincsenek meg a templom falai. Tehát nem tud egy térben a hang terjedni, hanem nagyon-nagyon is szétfolyik, talán így mondanám. És mégis én még soha nem éreztem, hogy egy pillanatra is a kezem alatt megbillent volna ez az őrületes apparátus. Mert egy olyan erőt, egy olyan sugárzást ad mindenki felé, hogy ez egy egyedülálló dolog, hát elnézést, hogy picit elakad a szavam, de ez egy ilyen, és erre ez a mű, a Verdi Requiemje, az csodálatos dolog lesz, nem csak a szakralitása miatt, hanem az emlékek szárnyán ezt végig
vinni egy ilyen gyászmisét, szóval ez egy gigantikus élmény. Már most úgy érzem, hogy nagyon jól fog sikerülni. Gábor, gondolom várakozva. Abszolút, persze, és hogyha már az érzésekről beszélünk, akkor tényleg hadd osszam meg azokat az érzéseimet, amik engem kötnek már ehhez a városhoz. Tehát fantasztikus, már amikor megérkezem, akkor érzek valami átható nyugalmat, ennek valami más ritmusa van ennek a városnak, tényleg nagyon, nagyon jó ide megérkezni. Azt azoknak mondom, akik már itt élnek, mert ők talán kevésbé érzik, de higgyék el, hogy így van, és abból, hogy itt vagyok pár hónapra, és ez már a második ilyen hatalmas, monumentális, szakrális műsor, amiben részt vettek, nyilván azt engedteti sejteni, hogy tehát Székesfehérvár maga a spiritualitás, egyszerűen a levegőben érezni a kultúrát és a történelmet. Tehát ez nagyon fontos, örülök, hogyha ebben a dologban részt vehetek, és ebbe az irányban erősödhet, valamit hozzátehetek ennek a városnak a szellemiségéhez. Ugye azt elmondtuk már, hogy muzika szakra a Verdi Requiemmel, de hát nem akármilyen közreműködő művészekkel. Hát először is van két Kossuth-díjas énekes hölgyünk, Lukács Gyöngyi személyében és Komlós Ildikó személyében, aztán Otto Kárklein, várhatóan egy fantasztikus tenort ismerünk meg személyében, és Alexandru, aki a Gyöngyinek a férje, egy csodálatos hangú valaki. Hát én azt hiszem, hogy egy fantasztikus kvártettet fogunk megismerni. Ugye a közreműködő Alba Régia Szimfonikus Zenekar az mindig kitett magáért. A vendég kórusokra hadd ne térjek ki, mert itt közel 150-170 tagú kórus lesz, nagyon sokan. Hát elsősorban a magját természetesen a helyi kiváló kórusaink fogják adni, akikkel hát évtizedek óta nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző volt a kapcsolat. Várhatóan ez így lesz, és hát ami még nagyon fontos számunkra, hogy tavaly is zseniális volt, megkaptuk azt a templomfal nem lévén segítségét, amit a technikával nyújtottak nekünk, és a vizualitással. Úgyhogy ezt azért mondom, hogy nagyon fontos lesz, mert aki ismeri ezt a darabot, ebben szerepelnek külső, most így mondom, hogy kürtök, mert ugye az írás ezt mondja, hogy kürtök szólnak, de valójában trombitások. Tehát picit megpróbáljuk a térhatást, és a Dieszérő fantasztikus pillanatait visszaidézni, és hát ez egy nagy kaland. Hát nem véletlen volt a sóhajtás, mert ezt már ugye sokszor elképzeltem magamban, hogy ez hogy fog lejátszódni. Talán egy pici történettel, én nekem is az első ilyen élményem, Gábornak most van, 17 év előtt, amikor az ország almatérre megérkeztem, akkor elementáris erőt éreztem arra, hogy Maszkagni Parasz becsületét megszólaltassam. Ez sikerült is, és hát itt egy olyan pillanatot kell elképzelni, amikor Székesegyháztól elindul egy 500 tagú húsvéti kórus, szembe Szent Imre templomba bemennek, középen szól egy zenekar, és egyáltalán erre nincs idő, meg alkalom, hogy ezt lepróbáljuk, kipróbáljuk. És drága Feri bácsi, akire nagyon jól emlékszünk, sokat morgolódott, és mondtam neki, Feri bátyám, gyere velem, mert szeretnék valamit neked megmutatni. Kimentük, az, hogy a mit akarsz, és elkezdtem a húsvéti kórust énekelni Székesegyház bejárati ajtaján, és leértünk a Szent Imre templomhoz. És ez pont olyan tempóban mentünk, és pont olyan tempóban érkeztünk, hogy bement a két kórusnak, volt ideje fölmenni a karzatra, másiknak lent lenni, és ezt így sikerült megold egyetlen egy próbával, azaz délután, ahol még olyan kis apró
dolgok is voltak, hogy mindenki egy kis gyertyát cipelt magával. És akkor a rendező kitalálta, hogy hogy menjenek. És egy őrületes vitába keveredtem vele, előadás előtt másfél órával, hogy azt nem lehet megcsinálni, mert gondoltam, hogy meg kell így, meg úgy, mondom, ez csak így lehet. Hála Isten szót fogadott, megtörtént ott is a technika, hogy visszatérjünk a technikára, kértem egy kamerát szembe, egy másik gépen nézte, Neifel Imre barátom, hogy mikor intem, hogy elinduljanak, a tempót hallották, és a Tóka Szabolcs szintén fönt az orgonán egy kamerán keresztül látta, hogy mikor kell neki belépni, ugye zárt templom ajtón érkezik tulajdonképpen a templom elé a tömeg, és akkor szólal meg az orgona. Ez akkor, abban a pillanatban egyszer és soha megismételhetetlen módon hangzott el és sikerült. Ezért bizony a Jóistenben, Gábor tehetségében, aki mint koncertmester ezt az egész zenekar fogja vizetni, hogy most a Verdi Requiem is Isten kegyelméből nagyon jól fog sikerülni. Kicsit hosszú volt, bocsánat, de ezt muszáj volt. De elmondani. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt hallgatni, és hát én azt gondolom, Anna, hogy hát elégedettek lehetünk, mert mindenki annyira lelkesen és annyira szívből áll hozzá ehhez a kérdéshez, nem? Hát én nem csak elégedett vagyok, hanem rendkívül büszke vagyok, meg kell, hogy mondjam. Magára a szimfonikus zenekar arra, amely utat most elkezdett járni, nagyon büszke vagyok a kórusainkra, hogy azért belegondolva, hogy öt nagyszerű kórusa, amatőr kórusa van ennek a városnak. Annyi énekelni szerető ember, és mögöttük természetesen családok, akik ebben a munkában részt vesznek, akik ezt támogatják, és ott vannak mögöttük a gyerekek. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy ilyen, ez a mi kultúránk be tud ilyen embereket vonzani, mint Cselmeci Gábor, aki hát európai tapasztalattal érkezett hozzánk, és olyan kultúrából, és olyan közösségből, amely igazán magával ragadó volt, és mégis eljött Székesfehérvár, és azt mondta, hogy nem csak azt mondta, hogy ő koncertmester lesz, és lejár próbálni, hanem éppen itt beszélgettünk az elején, Gábor, ne haragudj, hogy most ezt elárulom, de hogy nagy tervei vannak, és ezek a tervek, ezek nem csak zenei tervek, művészi tervek, hanem a közösségért tervez. És szóval én most azt érzem, hogy ennek a rendezvényünknek, hát mégiscsak a csúcspontja az évnek, a királyi napok, mert hogy minden benne van, egy kicsit, amire büszkék vagyunk a városban. Én most azt érzem, hogy ennek a királyi napoknak egy olyan hihetetlen ereje kezd lenni a fiatal művészek segítségével, ami szerintem méltán lesz majd az egész évre kihatással. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elfogadtátok a meghívásunkat. És én azt gondolom, hogy remélem mindenkinek sikerült kedvet csinálnunk ahhoz, hogy elmenjen akármelyik programra a Székesfehérvári királyi napok keretében, hiszen mindegyik felemelő lesz, közösségi élmény is lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, Paletta Kulturális Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.